Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, július 11-én. Valamit kell, hogy tisztázzunk. Ez a múlttal áll összekötetésben. Valami vagy valaki a múltból, és ez fontos, hogy itt átlássunk az eseményeken. Ami a nagyszülőket, az idősebb embereket érinti, ott lesz egy ilyen megnyugvás, vagy egy jó hír, valami kellemes éri az idősebbeket. Ami pedig a szerelmi dolgokat illeti, a közelből jön egy kellemes meglepetés. A férfiaknál van egy ilyen húzavona, amikor beszédről, kommunikációról van szó, ez abból adódik, hogy Mars bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó egy kvadrát aspektusban állnak. És ez a feszültségekre vagy egy rossz hírre, vitákra utal. Amennyiben az igazságról, vagy az igazságtalanságokról, vagy egy bírósági ügyről van szó, ott ki kell, hogy egyensúlyozzunk valamit. Persze az is lehet, hogy össze kell, hogy hasonlítsunk valamit. Ez abból adódik, hogy a nap és Jupiter bolygó egy opozíción kapcsolatban áll, itt tükröződik is valami, és Jupiter bolygónál gyakran az igazságról, az igazságtalanságról, vagy egy bírósági ügyről van szó. A mai napon Alpherg csillag hatása alatt állunk. Ez az Alpherg csillag összeköti a déli és az északi halat, a halak jegyében természetesen. Mert itt két halról van szó a víz elemében, és a víz eleme tükrözi az érzéseket. És ez a két hal más irányba úszik, az egyik mutatja a félelmeket, a másik hal egy más irányban úszik, és utal a bizalomra, a megértésre, a szeretetre. Hagyja, hogy így az események maguktól alakuljanak. És ez volt a felvételem Mizó is július 11-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!